Az 1833-ban felállított kereszt mintegy 120 évig a régi dunaszerdahelyi temetőben volt, néhány évtizedig pedig a Szent György templom mellett állt. A teljesen felújított kereszt most a sikabonyi temető új részében talált otthonra. Keresztény temető éke a krisztusi kereszt, amely összeköti az ideig tartó világot az örökké valósággal, és egyben a keresztény ember pedig kifejezi reménységét, hogy még a földi életben él, Krisztusba kapaszkodva él, és halálába pedig az örökké valóságát Krisztustól várja. Szükség volt egy osszárium kialakítására is. Az új sírhelyek ásásánál ugyanis régi hamvak kerülhetnek elő, hiszen 1780 és 1960 között a temetőnek ezen a részén voltak a temetések. Ez volt az elsődleges, hogy méltó körülményeket biztosítsunk azon testvéreknek, földi maradványainak is, akik itt nyugodtak, és hogy ne kallódjanak el az ő földi maradványaik. A kereszt felújítása, a csontház kialakítása és a tereprendezés vállalkozók, magánszemélyek, intézmények és szervezetek összefogásának köszönhetően valósult meg, amiből a dunaszerdahelyi Szent György lovagrend is kivette a részét. A lovagrendünknek az elsőrendű közösségi feladata, a közösségnek az építése és a karitatív munka ebből adódóan. Mindenképpen részt akarunk és részt szoktunk venni a közösségnek a karitatív és egyéb egyházi ünnepségei. A felszentelés után szép számú hívő jelenlétében szent misét tartottak a sikabonyi Mindenszentek templomban. A misét az elhunytak lelki üdvéért mutatták be Krisztus király vasárnapján.